Abban a liberális média szerint túl nemzeti és kirekesztő szövegei vannak, ezért az egyik csomagküldő szolgálat nem hajlandó kiszállítani Chris Ares német rapper CD-t. Az Egyesült Államokban pedig az egyik közkedvelt fagylalt az Eskimo Pie, vagyis az Eskimo Pite nevével van baj. A gyártó szerint túl lekicsinlő, ezért szeretnének nevet változtatni 100 év után. Közben a napokban söpört végig a világsajtón az a hír, hogy a lap egyoldalúságára hivatkozva távozik a New York Times vélemény rovatának vezetője. A világban tapasztalható tendenciákról kérdezi következő vendégét Tita Nilla. Georg Spötle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai jellemzője most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a kedves nézőket! Viola itt a bevezetőben említette ezt a bizonyos rappert, akinek a lemezeit ugye nem szállítja ki egy csomagküldőszolgálat. Chris Aresről van szó, így hívják ezt a fiatalembert. Mi volt itt a probléma? Miért mondták rá, hogy kirekesztő? Nagyon érdekes, meghallgattam a dalokat, sőt még megnéztem a dalszövegeket is, hogy nehogy igazából a rap egy gyors, ugye dinamikus, ilyen beszélő énekszerűség, hogy valamit esetleg, vagy valami elkerülje a figyelmemet, és nincs benne semmi, amire azt mondhatnám mondjuk, hogy rasszista, vagy kirekesztő, vagy gyűlöletkeltő, csak igazából azt mondja, hogy legyünk büszkék az őseinkre, például Goethére, de ugyanúgy emlegeti például Karl Marx-t, ugyanúgy emlegeti, nem tudom, több német neves, mint politikust, írót, zenészt, hogy igazából ez a mi kultúránk, és hogy ne az ilyen hamis profétákat hallgassák a fiatalok, például olyan rappereket, mint van egy ilyen Bushido nevű tunéziai származású rapper, akik erőszak buzdítanak, droghasználatra buzdítanak, nagyon csúnya bűncselekményekről, tehát a nem érőszaktól kezdve a lőfegyver használatig, meg mindent azt így igazából a fiataloknak igyekeznek ilyen populárissá vagy népszerűvé tenni, hogy milyen klassz dolog, ha van illegális lőfegyverem, ha drogozok, ha a lányokat csak egy dologra használom, de igazából lenézem őket, és mondja, hogy ez nem a mi utunk, hanem gondolkodjatok, és ne ezt az utat válasszátok. És ez már elég volt, hogy az egyik legnagyobb csomagküldő szolgálat megtagadja azt, hogy több tízezer megrendelt CD-boxot kiszállítsanak. Az is igaz, hogy amit említett, ez a Bushido nevű rapper, hogy ő például állami támogatást is kapott Németországban? Igen, nagyon komoly állami támogatás, mind a berlini szenátustól, mind pedig a kormánytól, ugyanis most az a doktrina, hogy ezek nagyon sikeresen integrálódott migrációs hátterű fiatalok, és nagyon komoly, több százezer eurós támogatásokat kapnak. Szponzoraik vannak, ugye rendszeresen fellépnek különböző rendezvényeken, csak azért azon csodálkozok, hogy mondjuk a kultúráért felelős szenátor asszony például, hogy nem hallgat bele a szövegekre, hogy mire buzdítja a fiatalokat, hogy tényleg gyilkosságokról beszél, a rendőrök elleni erőszakról, tehát szabályszerűen buzdítja a fiatalokat, hogy támadjanak meg, vagy gyilkoljanak meg rendőröket. Tehát, hogyha ez jó, akkor nagyon érdekes, hogy másik oldalról pedig például van egy indiai származású, nagyon sikeres, remek énekes, én is nagyon kedvelem, Savir Naidu-nak hívják, egy rock énekes, aki ugye indiai, tehát maga is migrációs hátterű, és ő csak feltette a kérdést, hogy ugye Németország biztonságát tekintve, mind a terrorizmus, mind pedig a bűnözési rátát nézve, jó-e a migráció, azonnal megvontak tőle minden támogatást, elhátráltak a szponzorai, mert mondták, hogy na, ez már úgy a nácizmust érinti, még akkor is, hogyha indiai. A koncertjeit visszamondták. Miért ilyen érzékenyek? Tehát, hogy tényleg Németországban azt látjuk, hogyha bárki tényleg csak egy kérdést tesz föl, valahogy azonnal ez a kártya kerül elő. Igen, nagyon érdekes, egy ismerősöm, aki afroamerikai, Németországban él, Münchenben, opera énekes, ő is mondta, hogy ez a nyakló nélküli migráció azért nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázattal jár. Erre lenácizták, ő megmondta, hogy lehetnék én náci vagy rasszista, tehát fekete vagyok én magam is. Tehát egy ilyen liberális tébolyról beszélünk, hogyha valaki mondjuk tényleg migrációszármazású, közel-keletről, Afrikából jön, és mondjuk művész, bármit mondhat, bármit tehet igazából, egy podesztre emelik, hogyha pedig németről van szó, vagy akár külföldiről is, aki azt mondja, hogy hátrább az agar, akkor egy kicsit térjünk vissza a normalitás talajára, akkor pedig rögtön előveszik ugye a náci kártyát, és letiltják a dalait, letiltják a koncertjeit, és nagyon sok művész, aki egy kicsit kritikusan néz ugye Merkelnek a politikájára, főként a bevándorlási politikára, a szabályszerűen elveszni a munkáját. Egy másik eset is történt a napokban Amerikában, ugye már láttunk élelmiszerek neve körül folyó vitákat, most egy fagyi miatt indult polémia, a gyártó úgy döntött, hogy az Eskimo Pie nevű jégkrém nevét meg fogják változtatni, mert hogy
kirekesztő, nem megfelelő ez a név, nem megfelelő ez az elnevezés. Mi a probléma vele, Eskimo Pály, Eskimo Pite? A világ mindenten, Oroszországtól kezdve Magyarországig mindenütt találunk ilyen megnevezést. Ugye azt vetették fel, hogy lehet ez nem bizonyított, hogy egy észak-amerikai indián törzs, aki ugye nyers halevőnek nevezte a északi népeket, akik a polár, tehát a sarkkörön élnek, de ez nem bizonyított. Azt mondták, most nevezzük őket inuitnak, ugye, tehát egy úgymond Eskimo az inuk, és a népcsoport pedig inuit, csak ugye ott is különböző törzsek vannak, akik ezt a szót nem is használják, nincs benne a nyelvükbe, és nagyon sok törzs van, például Alaszka környéken, akik önmagukat Eskimónak hívják, és azt mondják, semmi baj az elnevezéssel, akkor sem, hogyha valóban nyers húsevőt vagy nyers halevőt jelent, hiszen ugye az Eskimók azért a nyers halból, vagy például a fókának a májából, amit nyersen fogyasztanak, nyernek bizonyos vitaminokat, benne van az ő kultúrájukban, tehát ugye nehéz lenne mondjuk déli gyümölcsöket találni valahol az északi sarkkörön, tehát értelemszerűen ugye ebből nyerik az általuk, tehát az ő szervezetüknek szükséges vitaminokat, például meg olajokat. Tehát ez nagyon fontos nekik, és semmi bajuk ezzel a megnevezéssel. Tehát ez a klasszikus eset, amikor már a pápánál is katolikusabbak akarnak lenni, ugye az úgynevezett ilyen jogvédők, vagy a liberálisan gondolkodók. És akkor átérnénk arra az esetre, amit itt, ha már liberális gondolkodásról beszélünk, amit szintén a felvezetőben említett Viola, hogy távozik a New York Times vélemény rovatának vezetője, és ő azért, mert azt mondja, hogy túlságosan egyoldalú lett a lap, egyoldalúak azok a vélemények, amiket közöl a New York Times. Mit mondott ő pontosan, milyen véleményeknek a kirekesztését hiányol, vagy kirekesztéséről beszélt, és milyen véleményeket hiányol? Időközben már ketten is felálltak, tehát azt mondja, hogy igazából már szinte ez a nácizmus, ami a New York Times-nál folyik, csak egy oldalú lett, például most ugye a Black Lives Matter-ről kommentárokat, vagy cikkeket írni, vagy nyilatkozni bármilyen fórumon is. Tehát ugye minden jó most, ami Black Lives Matter, tehát ami a fehérek ellen van, és hogy igazából be kellett állni ebbe a liberális tébolyba, mert hogyha valaki ellenáll, vagy más véleményen van, azt azonnal kirekesztik a többiek, tehát igazából ilyen stalking van, támadják őt, verbálisan elmondják igazából mindennek, tehát nácinok, fasisztának, akárminek, és mondja, hogy olyan rossz lett a munkaköri légkör, hogy igazából aki nem áll be a sorba, és nem azt írja, amit a főszerkesztő megparancsol neki, mondjuk, hogy Trumpot kell szídni, isteníteni kell a Black Lives Matter-t, vagy pedig a különböző soros szervezeteket, hogy ők a világ megváltói, akkor igazából élhetetlen lett a New York Times. És ugye mind a két szerkesztő, akik felálltak, azt mondták, ők azért mentek oda, mert úgy ismerték már gyerekkorúkat ezt a lapot, hogy egy remek újság, de ez már sajnos a múlté. Gáros Petlének köszönjük szépen, hogy itt volt. Örömmel.